Nem véletlenül mondják, hogy a foltvaró asszonyok az egyedüliek, akik a körből négyzetet tudtak kihozni. Természetesen ez a vicc része, de körből lehet négyzetet, háromszöget, ötszöget, sok mindent kihozni. És amellett igen fontos tevékenység a hímzés is, amely érdekes és különleges a maga nemében, mert az eredete a halászoknál keresendő, akik a ruhájukat úgy újították meg, ami elfestett, hogy egy-egy darabot hozzávartak, és ha azt még erős öltésekkel díszítetten készítették, abból mára már egy nagyon szép technika vált, és ezzel bármit lehet díszíteni. Csoportunk, illetve a szakkörünk 2002. november óta működik. 25 asszonnyal kezdtük az első tanfolyamot, majd márciusban a Közösségek Háza szakköre lettünk, és rengeteg jótékonysági akcióban részt vettünk kiállításokon, ahol igyekeztünk bemutatni azokat a technikákat, amiket foltvarrás címén, akár az interneten, akár bárhol látni és tudni lehet. Jelen pillanatban egy célzott kiállítást terveztünk, ez azt jelenti, hogy egy témával foglalkozunk, ez pedig a japán technikák. Kissé távol áll tőlünk földrajzilag is ez az ország, és úgy gondoltuk, hogy annyira különleges az ő technikájuk, amely már jócskán elterjedt a világban, hogy érdemes megmutatni, és amellett, hogy elterjedt, igen nagyon közkedvelt, és nagyon-nagyon szeretik készíteni azok, akik ezzel foglalkoznak. 90%-ban kézzel készülnek ezek a munkák, ebben van rátét, kézi és gépi rátétes, hajtogatós, ami szintén azt gondolom, hogy nem áll távol senkitől, hiszen óvodáskorunkban tanuljuk, illetve a gyerekeink, a csákó, a daru, a repülő, a mit tudom én, sok minden. És erre alapoz tulajdonképpen a patchwork, illetve a foltvarrás, ebből indul ki. Kiállításunk bemutatója 2015. november 10-én délután 17 órakor lesz itt a Közösségek Háza galériáján.